Kanizsai fiatal is nyert az MVM Paksi Atomerőmű ZRT, mutasd meg a Hobbidat elnevezésű alkotói pályázat junior kategóriájában. Az országos pályázat célja, hogy felhívja a figyelmet a meglévő értékek megőrzésére, valamint a környezettudatosságra és a potenciális hulladék mennyiségének lehetséges csökkentésére. Így a pályázatra Do It Yourself, azaz Csináld Magad Alkotók kreációit várták. Gerencsér Gergő Tamás hulladék és maradékanyagok újrahasznosításával készített el pályamű, ami a fajtüzelésű kazánok befűtését segíti. A Zsigmondi iskola rendészet szakirányán tanuló fiatalja hiradónknak elmondta, hobbiát a jövőben komolyabban szeretni űzni, és akár hasonló irányban is tovább tanulna. Több kategória volt, én a maradék és hulladékanyagból, abban neveztem, és ugye abból csináltam meg ezt, hát amit csináltam gyakorlatilag ilyen pontos nevet még nem adtam neki, de ez egy kazán befűtéshez, fával fűtéses kazán befűtéshez alkalmazható eszköz, amivel hát ugye gyakorlatilag a kazán élettartama az azért rövid nagyon, ugyanis a befűtéskor füst keletkezik, ami lerakódik koronként a belső falon. És ez a szerkezet igazából a füstöt kinyomja rögtön a kéményen, és ezért nem tud lerakódni és gyakorlatilag ez a pályázatot ezzel nyertem meg.